A Radgeber Kosárlabda Akadémiát mutatta be a külügyminiszternek az intézmény névadó vezetője kedden. Szijjártó Péter egy újabb építmény alapkőletételére érkezett Pécsre. Ez az új projekt segíti majd a sportolók egészségmegőrzését, rehabilitációját. Dr. Hepp Ferencről nevezik el a megvalósuló létesítményt. Dr. Hepp Ferenc több mint 30 év volt a női válogatottnak az orvosa, és azért egy rehabilitációs és egy regenerációs központot az ő nevéről elnevezni méltó. Én pontosan tudom, hogy a regeneráció és a rehabilitáció mennyire fontos. Én egyet mondok, hogy ma az nyeri a versenyeket, aki előbb kipihenni magát. Ideig jutott a sport, ezért fontos az ilyen sportegészségügyi intézet létrehozása a Radgeber Akadémia területén, hangzott el az ünnepségen. A jövőre a körzetben országgyűlési képviselőjelöltként induló politikus Radgeber László tempóját emelte ki. Mindenkori csapatának is minden tiszteletem, akik bírják a tempót Radgeber Lacival, de ennek a tempónak köszönhető az, hogy ma itt állunk, és egy alapkőletétel is bekövetkezhet azok után, hogy 3 éve ez a csodálatos létesítmény megépülhetett. Mondhatom Pécs város nevében, hogy a zsolnai gyár után a második legnépszerűbb brandünk a Radgeber Akadémia lett. Pécsieknek erre azt gondolom, hogy büszkék lehetünk. A külügyminiszter szerint a lehető legjobb helyre került a Nemzeti Kosárlabda Akadémia, amit most tovább fejlesztenek egy újabb beruházással. Szerintem minden túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy az európai kosárlabdázás, főleg annak női szakága esetében az egyik fellegvár mindenképpen itt van Pécsett, ezért, hogyha az a kérdés merülne fel valakiben, hogy hova kell tenni Magyarországon egy nemzeti kosárlabda akadémiát, akkor szerintem nyilvánvaló a válasz, hogy ide Pécsre. A beszédek után ünnepélyes keretek között helyezték el az új épület alapkövét. Az esemény után hosszabb beszélgetést készítettünk Szijjártó Péterrel, amit hamarosan teljes egészében láthatnak a Pannon televízióban.